nézzük ezt a határozott integrált, 4-től végtelenik, azaz nem egy véges intervallumon kellene integrálnunk, akkor már is írhatjuk, hogy Riemann szerint nem integrálható. De reméljük, hogy impropriusan igen, ahhoz persze tudnunk kell ennek a kifejezésnek ugye értelmes tartományát. A számlában nincs probléma, a nevezőben van egy gyökös kifejezés, és akkor persze a gyöke alatt nem lehet negatív szám, illetve hát a nevezőben, ami nulla sem lehet. Na nézzük a z-4z minusz 4z plusz 3 másodfokú függvény, ami megoldó képlettel is, de hogy a szép gyökök szoktak lenni, egyszerűen szorzat alakítható. Ez azt jelenti, hogy az 1 és a 3 a két zérus hely, z nézet együtthatója 1, akkor ez azt jelenti, hogy convex a függvényünk. És akkor pozitivitási feltétel kell, ugye nem elég az, hogy nem negatív, hiszen nevezőben nem állhat nulla sem. Ez azt jelenti, hogy az értelmezési tartomány az ugye 1-ig, és utána a 3-tól végtelenig lesz, és természetesen az értelmezés tartományán a függvény az folytonos. No, és az intervallum, ugye, ahol integrálni kellene, az 4-től végtelenig, ugye, a végtelen az problémás, de hogyha itt ugye egy t-nél leszűkítem, akkor a 4t-n folytonos a függvény, tehát itt ezen integrálható, azaz megnézhetjük, hogy impropriusan mit kapunk, azaz ez egyenlő limez, t tartam végtelenhez, 4t z minusz 2 per gyök z négyzet minusz 4z plusz 3. Oké, tehát ez itt egy Riemann szerint integrálható, ugye, függvény ott azon az intervallumon, akkor szükségünk van egy primitív függvényre, tehát nézzük a határozatlan integrált, gyök z négyzet minusz 4z plusz 3 dz. Elég bonyolult a kifejezés, ugyanakkor, hogyha ezt átírom, hogy z négyzet minusz 4z plusz 3 a minusz 1 kettediket szorozva z minusz 2-vel, mármint hogyha sokkal szebb lenne, de így jobban lehet látni, hogy melyik a bonyolult függvény, ugye két függvény szorzata van, és vegyük észre, hogy a bonyolult összetett függvénynek a belső függvénynek a derivátja az 2z minusz 4, pont számszorosa az egyszerűbb szorzó tényezőnek, azaz a helyettesítés, mondjuk legyen a u egyenlő z négyzet minusz 4z plusz 3 helyettesítéssel, egy egyszerűbb integrált fogunk kapni. Tehát ahogy láttuk, az u-vesző az egyenlő 2z minusz 4-gyel, az u-vesző az du per dz, tehát du az egyenlő 2z minusz 4 szorozva dz-vel, tehát itt ugye pont a fele található, azaz 1 2 du az lesz egyenlő z minusz 2 dz-vel. No, akkor helyettesítés után, ugye integrál, hát u a mínusz 1 kettediken, és akkor ebből lesz 1 kettet du, hát az 1 kettedet majd a kiírom, du-t kapunk, akkor ez itt 1 kettet, ugye ebből az esetben növelni kell egyen, tehát akkor az u az 1 kettediken, és osztani kell ezzel az új kiterülve, 1 kettettel osztani, akkor nyilván 2-vel szorozni kell, nem szeretjük az emeletes tölteket, plusz c lesz a primitív függvény, azaz ez nem más, mint ugye pont u az 1 kettedike plusz c, azaz gyök u plusz c, és akkor az u az nem volt más, mint az gyök z négyzet minusz 4c plusz 3. Jó, akkor a plusz c is van, de itt nekünk arra nem lesz szükségünk, Newton-Leibniz formula
alapján azt kapjuk, hogy ez nem lesz más, mint a gyök z négyzet mínusz 4z plusz 3-at kell a 4 és a t helyen kiértékelni, azaz limes t tart a végtelenbe, t-be helyettesítve, hogy ez itt t négyzet mínusz 4t plusz 3, ebből ki kell vonni a gyök alatt, hát 16-ból 16, hát ez csak simán 3 lesz, jó, és ezt kell nézni, mi lesz ez a határérték. Na most, t tart a végtelenbe, hát tulajdonképpen a parabolánk itt fönn volt, hogy ez akkor az a t négyzet, lehet le is írhatjuk, akkor a t négyzet mínusz 4t plusz 3, az egyenlő, ugye t négyzet szer, 1 mínusz 4 per t plusz 3 per t négyzet alapján, ugye a t négyzet ezt tart a végtelenbe, ez tart a nullában, ez is a nullába tart, ez persze az 1-hez tart, akkor ez azt jelenti, hogy ez az egész kifejezés, ez 1-hez, akkor ez tart a végtelenbe, akkor természetesen a gyöke, ugye ez is tart a végtelenbe, azaz itt végtelen lesz, azaz impropriusan sem. Integrálható.